Na szavaztok srácok, Csipi vagyok, és elkezdtünk a futíz utolsó harmadához, tehát a Batch Freehez. Újabb 300 speciális játékos adtak hozzá ugye a pakkokhoz, tehát újabb 300 magas rétingű speciális játékos nyitató torc, meg mindenféle extra ugye azok közül, ami évközben voltak, eventek, úgyhogy elkezdünk mi is most már SBC-zni, most már érdemes pakukat bontogatni, hát hogyha bedob valamit, ugye a játék, ugye most jött egy rakás új SBC, ugye throwback, winter refresh, ugye voting day, hiszen megint lehetett szavazni, ugye most ilyen pozíció, pozíciókat elhagyó játékosokra, például ugye Alaba, aki ugye szélsővédő volt, vagy ugye Florence, mind a kettő ugye középpályásként szerepelt ebben, a harmadikra nem is emlékszem már igazából. Ugye Ibrát nem csináljuk meg, mert megvan, meg amúgy is csak szar lett, már egy ideje hulladék, ez a 92-es. Ez egy ilyen átbaszós SBC, ugye beletesztek 120-130 ezer koint, aztán kaptak egy 30 ezer játékost. Teljesen felesleges ez a TOTS upgrade, hiszen gyakorlatilag majdnem minden TOTS játékos lehet nyitni, Bedobták ezt a Kevin De annó ez ilyen 500 ezer ment, most ilyen 130 ezer koinba megy. Akinek kell szedjek ki, de hát augusztusban már minek rakosgatnak bele ilyen játékosokat, nem is értem. Újra van ugye egészen a futiz végéig TOTV upgrade, meg tradable TOTV upgrade. És még mindig itt az a pogba, aki nagyon gondolkodunk, hogy elkészítsük-e. De hát ebben a videóban, srácok, a Marky Matchups-ot fogom elkészíteni az lehet is, mint ahogy idáig az összes már kimecsapszot elkészítettük, ugye a játékban ez sem maradhat ki. Van egy kínai ligás megint, egy MLS ligás rangadó megint, és aztán ugye itt van a Madrid tehen meg a Liverpool Lyon. A Madrid eléggé szenved idáig ezeken a felkészülési tornákon, vagy felkészülési tornán. Úgyhogy nincs valami nagy formában, lehet, az idánt el is küldik. De nézzük meg akkor ezeket a mérkőzéseket, hogy milyen SBC-ket kaptak. Nézzük először ezt a kínait. De a kell kínai ligás játékosból 3, ugye egy klubból max 6 lehet, minimum három liga kell 4 RR játékos és 80-as team chemistry -vel. Hát volt három nem elalakható kínai ligás csatárom, azokat ide beraktam. Ugye ez már alapban három rare játékos, és akkor ugye, hogy meglegyen a három liga, van itt egy csomó német hármas játékos, köztük egy rel, így megvan a negyedik rel játékos is, és betettem egy német kettes kapust, ugye az összes német nemzetiségű, tehát simán meg lett a chemistry egyébként, ez egy nagyon könnyű SBC, Small Prime Gold Players packért, Hát a következő ugye, ez az amerikai ligás, az MLS-es, rangadó New England Orlando, hát New Englandről ugye inkább nekem a zene fejét majd alig várom, majd elkezdődjön most a, az előszezon augusztusban, és legyen újra NFL, ugye kellett bele minimum három MLS játékos, egy klubból max. hat lehet, minimum két nemzet, ezek ilyen nevetséges kritériumok egyébként, Ugye 8 rare játékos az kicsit húzós, 80-as team chemistry. Hát volt egy csomó nem eladható MLS-es játékosom, ugye arany, bár nem kértek arany, tehát beletett volna ide is rakni egyébként mindenféle alacsony ligás rare játékos, de inkább megcsináltam az egészet MLS-ből. Úgyis volt egy csomó el nem eladható MLS játékosom. Épp, hogy meg a chemistry, ugye, mert szinte senki nincs. Vagy hát nagyon sokan nincsenek egyébként poszton. Tehát így jött ki ez az SBC. Hogy el is nyomjuk, ezért a Premium Gold packért az jó szar pack. Madrid versus Tottenham, ugye kell a Realból vagy a Spursből két játékos minimum, ugye egy ligából max. 5 játékos lehetett, nem lehet megcsinálni az egészet csak három ligából, rare játékosból, tehát ritka játékosból kell három, és ugye 79-es ratingmel mellé 80-as Team chemistry kértek. Ugye ja, itt az alja, ez nem eladható spanyol ligás játékosokból van összerakva, itt van egy reálos, és akkor ugye ez a része itt öt angol, ligás játé, igen, öt angol ligás, játékos, hiszen angol ligából is csak öt lehet, hiszen egy ligában max 5 lehet, és akkor betettem ide egy random angol kettest, ugye itt van egy spurs ez is egy nagyon egyszerű kis SBC volt, srácok, egy Rare Electrum Player spackot ad. Liverpool, Lyon ugye egy Rare Electrum Player spackot ad, ez is. Ugye kell bele egy Liverpool játékos, egy Olympic Lionos. Ugye betettem ide egy Liverpoolos, mert az egyébként az egész uh, francia egyből van összerakva. És ugye be kell tennem egy 82-es játékos, meg ugye ide egy 81-es, hogy meglejjen megint a 79-es rating. Ugye négy eljátékos is épp, hogy megvan, és ugye arra kell figyelni, hogy egy nemzetiségből max 6 lehet, de hát ugye ez bőven nincs meg, hiszen mindenféle nemzetiség van ebben a squadban, és ugye a Team Chemistry minimum 70, de hát nekünk 100 lett. Úgyhogy nyomjuk el. És akkor az e heti Matchups SBC-vel elkészültünk, ad egy Rare Electrum Players packot, ami szintén szerintem egy hulladék pack. esetre megcsináltuk most is a Márkit. Ja nem, a végén Rare Players packot, akkor ez az SBC adta azt a hulladék packot. Hát ez a Rare Players pack, ez meglátjuk, hogy mit fog dobni. Most még üritek a transferen. legyen helye duplikéteknek, és akkor most öt packot fogunk kibontani, de mind az öt packot bekeverjük. Nagyon kíváncsi vagyok, hát most már gyakorlatilag csak speciális játékos lehet nyitni. Most már minden speciális játékos lehet nyitni, szinte most uh, ugye futi az utolsó két hetében. Úgyhogy meglátjuk, hogy nekem mit sikerül összekukáznom. Az elsőből semmit. Ó, de van benne egy board. És egy 84-es Jonas van benne, SBC-be pont jó lesz ez a fickó. Ebből a meglepően szarpakból ez egy meglepően jó nyitás volt. Remélem most nem szállt a teljes paklakunk erre a videóra. Bár általában úgy szokott lenni. Van még egy hazard benne, tehát van benne egy 84-es, meg egy 83-as játékos. Na lássuk akkor a következő packot, hát keverjük be azt is. Keverjük be mindenhogy, előre, hátra. Mostanában amúgy nem sok speciális játékos nyitottunk, vagy ha nyitottunk, akkor azok is ilyen alacsony rétingű szarok voltak csak. Na lássuk, Small Prime Gold Players pack, ha jól láttam nem volt út, akkor ebből lófasz nem lesz gyerekek. Mondtam, ez ami nagyon hulladék hitön vagy ilyesmi. Egy Batland volt benne. Ezt az ilyen pakkokat, be kell áldozni ugye. 11 játékos az SBC-be, és kaptok -e, egy 6 játékosos packot. Ez a Rare Players pak, ez 12 játékos, amiben 12 arany, ugye. Itt meg ugye csak 12 játékosból 6 arany, szóval ez a Reeltrum PS pak, az ilyen csöves pack szerintem, ilyen hulladék. Na, lássuk az egyik ilyen Rare Players packot. Nagyon sokáig tölt, de nem walkout, úgyhogy ez egy... Bordnak, Bord, gondolom, ami 83-as kapus. Kassiasz. Jó, öreg az ugye akit elküldtek a Reálból sajnos annó igazából nem becsülték meg. Na, ilyen kevés a duplikét. Van benne egy-két 81-es. Na, lássuk akkor a második Rare Electrum Players packot. Ebbe is csak ugye hat arany lehet. Hopp, és itt egy walkout. Ez egy alacsony rétingű hulladék. Vagy... LOL. Micsoda nyitás, srácok. Beszarok. Ez az, ez egy jó nyitás volt, hanem most nagyon örülök, 91-es. Kutinyoládás, ugye a konverzió, Na nyomjuk el. Nincs benne más lap, ami speciális lenne, ezeket tudjuk fel, Nézzük ez a kutinyó mennyit ér. Hát egy 150 ezeret azért ér. El sem jó. Mert a klubba. Egy replayhez packunk van. Jó, bekeverjük, hát ha valami dob. Na lássuk. Tocot nyitunk. Ah, Doherty. Nyitottunk van valami jobbat is, de... Az őrüljünk jött egy olyan kutinyó, jött egy ilyen Doherty. Mindjárt megnézzük, hogy van-e még valami a packban. Hú, egy pillanatra, amikor torc és... Á, aztán rájöttem, hogy ez a pepe nem lehet, mert annak pont fordítva van ugye a zászlója. Á, ah, és még, még egy speclap nincs benne, de van két 83-as, akit fölküldhetek. Na hát srácok, hosszú idő után szerintem ez volt a legjobb már kimecsapszunk, hiszen jött egy Coutinho 91-es, meg jött egy Doherty. Majd később eltelt a sbc mert ugye arra a posztra van 63 ezer jobb játékosunk. De tényleg jött Tots, jött egy ilyen, azt hiszem az karnibálos volt, vagy fogalmas is van, milyen. Spéclap, úgyhogy ha nektek is tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, csupi voltam, csumpilla.